A másik pedig az, hogy elkezdenek az emberek átalakulni. Elfogyott az emberekből a kedély, és átvette a helyét a keménység. Ilyen indokolatlanul kemény emberek kapaszkodnak a buszon, villamoson. Ilyen kis Clint Eastwoodok. Az a 14 év, amit leélt eddig az életéből. A Rózsadomban. A PlayStation előtt az megadta neki azt a keménységet, mint nagyapáinknak a donkanyar. És itt van például a rap. Ez egy rendkívül kemény műfaj. Az először is tartotik egy ilyen széles szájú beszéd. Valahogy szírik a szavakat a foguk között. Nem tudom, mi a faszér, de ez mondja, mert szakmada faka. Ez még megy a kézrázás, mint a taknyot rázna le a kezéről, mert szakmada faka. Kell egy olyan testtartás, mint hogyha egy zsák krumplit raktak volna a tarkójára. Szakmada faka. De a legkeményebb rapperek valamiért még így fogják a makjukat is. És a másik kezével rázza a taknyot, ma de szakamad. A gyerekem szokott így áldogálni, mikor nagyon kell neki pisilni, de annyira jót játszunk, hogy nem akar kimenni. Na, hát ez ugyan, mondszak. És ez még tartozik a rapper divat is, ami úgy néz ki, hogy egy 4 méteres néger ruhájában van egy 12 kilós gyerek. Olyan, mintha a ruha magától sétálna a megállóban. Szóval azt hittem, hogy valaki ott hagyta a Tornac utcát, erre fölugrott a buszra. És hogyha két ilyen rapper találkozik egymással, fél óra, mire megfogják egymás kezét, nem? Csá, törzs, jelek. Ha négyen búcsúzkodnak egyszerre, egy biztos, hogy lekési a busz. Én nagyon szeretem az állatokat, mondjuk talán egy kivétel van, egy erős kivétel a nyest. Nem tudom, kinek mászkálja össze reggelre a kocsiját a nyest. Mondom, sokan vannak így. Bármekkora is a szárasság, ennek a rohadéknak mindig sáros a mancsa. Én nem tudom, hogy csinálja, legy ízzad a tenyere bevetés előtt, hogy friss fényezés, jaj, legyen. De szerintem nem ez van, hanem annyira gonosz, hogy már eleve saras vödrökkel érkezik. Magás, a jó édes anyádat! Nem megmondtam, hogy mocskosan szeretem. Na, akkor itt van egy angyalka a motorháztetőre. Tessék! Most szépen fölhúzom a seggemlyukát a szélvédődön keresztül a tetejéig, és oda tojok egy akkorát, hogy úgy kell róla leszállni, mint a motorról. Viheted? Ma például a foci, nem tudom, ismerik-e, ha már a sportokról beszélünk. Ismerik? Külföldön játsszák. Hát Viktornak annyira nem jött be a taktika, mert ő úgy gondolta, hogy a stadion az egy ilyen focista keltető. Jó, meg van építve. Stadion ki van téve a napra. Nap süti a gyepet. A gyep alá meg be vannak dugdosvak és Ronaldo magok, és várom. Hát, ha ki kell az egyik, nem? Pff, gyere, gyere, geci, fájra adja, gyere, gyere! Egyelőre még nem kell egy se. Szakemberek nincsenek, szakértőkből viszont rengeteg, és hát a mérkőzések legjobb szakértői az asszonyok. A lehető leglényegtelenebb dolgokra fel tudják hívni a figyelmet. Egyszer néztem egy nagyon izgalmas mérkőzést, és azt hallom a háttérből. Hű, hogy fut a bíró. Ez kit érdekel, hogy a bíró hogy fut. És ezt még sikerült egy mondattal tetézni. Azért ő is elfárad, ugye? Nem, nem, anyám, ő nem fárad el soha, tudod? Mert ő mindenhova futva megy. Hát azért van feketébe, mert a meccs után általában temetik. Hát nem bírja a szíve. A partjelzők pedig a segédei, akik az ászlók segítségével irányítják, mint egy repülőt, meg kifut a pályára. Tényleg? Dehogy is. Na de, azért vannak az igazi szakértők, akik a szponzor érrevasalt ingében üldögélnek a sporttelevíziókban, és akkor ott elkezdődik az én úgy gondolom, én azt gondolomozás. Én úgy gondolom, hogy ha fölviszik a labdát, akkor az fönt van, én azt gondolom, ha lehozzuk, akkor az lent van. Én úgy gondolom, ha belegondolok, ha rágondolok, ha átgondolom, ha mellé. Ez az én úgy gondolom, én azt gondolom, ez az intelligens őzés. Mert ha gondolod, akkor gondoljad. Ha mondod, akkor pedig mondjad, mert azt már mindenki tudja, hogy megszületett egy gondolat az agyadban, mielőtt kijött a szádon. Vagy pedig nem ugyanarra gondolsz, mint amit mondasz. Hát akkor meg hazudsz, gyökér.